Howard Phillips Lovecraft A kutya 1922 Elkínzott fülemben szüntelenül kísérteties, surrogó és csapongó neszek visszhangzanak, s egy óriási kutya halk távoli ugatása. Nem állom ez, attól félek még csak nem is őrület, hisz túl sok minden történt velem ahhoz, hogy megengedjem magamnak ezt a könyörületes kéteit. Szent John már csak szétmarcangolt hold tetem. Egyedül én tudom miért, és tudásom annyira terjed, hogy agyon fogom lőni magam, nehogy ugyanerre a sorsra jussak. A nemezis öngyilkosságra késztető, fekete, formátlan árnyéka a kísérteties fantázia sötét, végtelen folyosóin viharzik keresztül. Isten irgalmazzon nekem azért az ostobaságért és beteges vágyakozásért, amely ezt az iszonyú végzetet hozta kettőnkre. Túltelítődve a prózai világ mindennaposságaival, ahol még a szerelem és a kalandok örmei is csak hamar ízetlenné válnak, Szent Johnnal lelkesen üztünk minden olyan esztétikai vagy intellektuális tevékenységet, amely a szabadulást ígérte nekünk pusztító unalmunktól. Csupán a dekadensek komor filozófiája tudott segíteni nekünk. Ezt is csak akkor találtuk elég hatásosnak, ha befogadásakor fokoztuk intenzitását és sátáni jellegét. Végül már csak a rendkívüli élmények és kalandok csábereje maradt meg nekünk. Ez a borzalmas érzelmi szükséglet volt az, mely később abba a förtelmes irányba terelt minket, amit még jelenlegi rettegésem közepette is, csak szégyenkezve is tartózkodással említek. Az emberi szörnytettek legiszonytatóbb határesete volt ez, a sírrablás méltán undort keltő gyakorlata nem vagyok képes papírra vetni ocsmány expedíciónk részleteit, vagy akár csak részben felsorolni legszörnyűbb trófeáinkat, melyek azt a névtelen múzeumot díszítették, amit a nagy kőházban rendeztünk be. Múzeumunk egy isten ellen való elképzelhetetlen hely volt, ahol a neurotikus virtuózok sátáni ízlésével berendeztük a borzalom és a bomlás világegyetemét, hogy felizgassuk eltompult érzékeinket. Egy titkos terem volt ez, mélyen-mélyen a föld alatt, ahol óriási, szárnyos, bazaltból és ónixból kifaragott démonok okáttak széles retárt, vigyorgó pofájukból zöld vagy narancsszínű fényt, és sűrített levegővel telt rejtett csövek hozták kaleidoszkópszerű mozgásba a véres temetői leleteket, melyek sűrűn egymás után sorjázva voltak belefonva a buja fekete függönyökbe ezekből a csövekből kívánság szerint olyan szagárott, ami hangulatunknak a leginkább megfelelt. Olykor a sírhalmokon növő sápadt liliomok illata, olykor halott királyok képzelt keleti szentíjeinek bódító tömjén füstje. És olykor, mi undorral gondolok ma erre, a felnyitott sír iszonyú felkavaró bűze. E visszatetsző helyiség falai mentén körös körül antik múmia koporsók álltak, váltakozva csinos, csak nem élőnek látszó holttestekkel, melyeket a preparátori művészet tökéletesen kitömött és eltarthatóvá tett, és olyan sírkövekkel, amiket a világ legrégibb temetőiből tulajdonítottunk el. Elszórt fali fülkék mindenféle formájú koponyákat és fejeket tartalmaztak, a bomlás különböző stádiumában konzerválva Megtalálható volt itt híres nemes ember félig elrohadt kopasz feje, de friss, sugárzó aranyhajú gyermekfők is, amelyek eredeti tulajdonosait csak nemrég temették el. Voltak itt szobrok és festmények is, mindenféle förtelmes tárgy, néhány közülük a mi alkotásunk Szent Johnnal. Egy elzárt mappa, cserzett ember bőrbe kötve, Bizonyos ismeretlen és leírhatatlan rajzokat tartalmazott, melyekről az a hír járta, hogy Goya művei, de később nem merte elismerni őket. Voltak még undorító zeneszerszámok, fúvós és ütőhangszerek egyaránt, amikből Szent John és én olykor topzódóan morbid és kakodémonikus iszonyúságú hangzavart csaltunk elő. Még egy sor berakásos ében faszekrényben a sírrablói zsákmány leghihetetlenebb és legelképzelhetetlenebb kollekciója volt fölhalmozva, amit az emberi őrület és perverzitás valaha összegyűjtött. Különösen erről a zsákmányról nem merek beszélni. Istennek hála volt hozzá bátorságom, hogy megsemmisítsem jóval azelőtt, hogy eljutottam volna az önmegsemmisítés gondolatáig. A rablóhadjáratok, melyeken kimondhatatlan kincseinket összegyűjtöttük, mindig művészileg figyelemre események voltak. Mi nem voltunk közönséges sírrablók, csak akkor dolgoztunk, ha a vidék, a környezet, az időjárás, az évszak, a holdfény, és saját szeszélyünk megfelelt bizonyos feltételeknek. Az ilyen szórakozás volt számunkra az esztétikai önkifejezés legkitűnőbb formája, és nagy gondot fordítottunk a technikai részletekre. Egy nem megfelelő óra, egy zavaró fényefektus, vagy a nyirkos talajjal való ügyetlen bánásmód szinte teljesen megfosztott minket attól az extatikus bizsergéstől, ami a Föld egy-egy borzalmas titkának exhumálását követte. Az újszerű helyszínek és csábító események utáni kutatásunk lázas volt és csillapíthatatlan. Mindig Szent John volt a vezér, és végül ő lett az is, aki előttem ment az úton arra a gúnyosan kihívó elátkozott helyre, amely a szörnyűséges és elkerülhetetlen romlást hozta ránk. Micsoda rosszakarú sors csalt minket oda abba a rettenetes temetőbe, Hollandiába. Azt hiszem, a sötét híreztelések és legendák voltak azok. Történetek egy emberről, aki ugyancsak sírrabló volt a maga idejében, s aki ellopta egy szörnyű varázslat titkát egy hatalmas nagyúr sírjából emlékszem ezeknek az utolsó perceknek a színhelyére, a közönyös sápadt tőszi holdra sírok fölött, mely hosszú, ijesztő árnyékokat vetett a groteszk fákra, melyek sötéten hajladoztak, míg ágaik lelógtak a gondodatlan gyepre s a düledező sírkövekre. A furcsa múlt hatalmas denevérek roppant seregére, amik a hold körül csapongtak. A borostyánnal benőtt vén templomra, amely óriási szellemújként szegeződött a fakó égre a Szent János bogarakra, amik halotti tüzekhez hasonlatosan táncoltak a tisza fák alatt egy távoli Rothadás, a növényzet és olyan nehezen megmagyarázható dolgok szagára, melyek messzi mocsarakból és tengerekből felszállván keveredtek össze lehelet finoman az égyi széllel, és ami a legrosszabb volt, egy óriási kutya halk mélyzengésű ugatására, amit nem is láttunk s a hangját sem tudtuk pontosan kivenni. Megborzongtunk, amikor meghallottuk ezt a fakó ugatást. Emlékezvén a parasztok meséjére, kik évszázadokkal ezelőtt pontosan ezen a helyen találták meg azt, akit mi kerestünk. Egy leírhatatlan fenevat karmai és fogai által széttépve és szétmarcangolva. Emlékszem, hogyan dolgoztuk le magunkat ásóinkkal a sírrabló sírjáig, és hogyan képzeltük el önmagunkat: a sírt, a sápadtan alátekintő holdat, a rémisztő árnyékokat, a groteszk fákat, a hatalmas denevéreket, a sok kis táncoló lidércfényt, a rosszul ingerlő szagokat, az égisél halk jajszavát, és a különös, alig hallható irány nélküli ugatást melynek tényleges létezéséről még csak meg sem tudtunk bizonyosodni. Aztán olyan anyagba ütköztünk, ami keményebb volt a nyálkás sárnál, és megpillantottunk egy hosszúkás korhatládát, melyre rászáradtak a régóta háborítatlan talaj ásvány kiválásai. Fája hihetetlenül vastag és ellenálló volt, de olyan vén, hogy végül felfeszítettük, hogy végre végig legeltethessük szemünket a tartalmán. Sok minden, Megdöbbentően sok minden maradt meg abból a dologból az eltelt 500 év dacára. A csontváz noha helyenként összetörte a teremtmény állkapcsa, amely végzett vele, meglepő szilárdsággal egyben maradt, s mi végiglegeltettük tekintetünket a tiszta, fehér koponyán, a hosszú, erős fogakon, az üres szemgödrökön, melyek hajdan ugyanolyan temetői lázban égtek, mint most a miénk a koporsóban egy különös és egzotikus mintázatú amulet hevert, amit a csöndes alvó nyilván a nyakában hordott egy koron. Egy összekuporodott, szárnyas kutya, vagy egy félig kutyaarcú, szfinx furcsán megmintázott figurája volt az, ősi keleti technikával csodálatosan kifaragva egy kis darab zöld jádéból. Arc kifejezése rendkívül visszataszító volt, egyszerre idézte fel az emberben a halál, a bestialitás és a rossz mellékízét. A kislap peremén, amin kuporgott, felirat futott körbe olyan írásjelekkel, amiket sem Szent John, sem én nem tudtunk azonosítani, az aljába pedig, mint egy mesterpecsétként egy groteszk és ijesztő halálfej volt bevésve. Mihelyt megpillantottuk az amulettet, azonnal tudtuk, hogy a miénk kell, hogy legyen, hogy kizárólag ez a kincs az a zsákmány az évszázados sírból, aminek egyszerűen bennünket kell illetnie. Igaz, ismeretlen volt mindenféle olyan irodalom számára, amit a szellemileg egészséges és lélekben kiegyensúlyozott olvasók forgatnak, de mi felismertük benne azt, amire az őrült arab Abdul Alhazred utal tiltott nekronomikonyában, a hozzáférhetetlen közép-ázsiai lengben honos hullaevő szekta, Iszonyatos lélekszimbólumát. Mi túlságosan is jól tudtuk követni az öreg arab démonológus titokzatos sorait. A sorokat, amelyek, mint írja, azon lények lelkének valamely ismeretlen, természet fölötti megnyilvánulásának kivonatai, akik a holtakat kínozzák és rákcsálják szüntelen. Megragadván a kis zöld jádedarabot, egy utolsó pillantást vetettünk, gazdája kifakult, barlang szemű arcára, és újra lezártuk a sírt, úgy, ahogyan találtuk. Amint elmenekültünk arról a förtelmes helyről, a lopott amulettel Szent John zsebében, látni véltük a denevéreket a zárt alakban leereszkedni a sírra, amit az előbb raboltunk ki, mintha valami kárhozatos és szentségtelen táplálékot keresnének ám az őszi hold oly haloványan és sápattan sütött, hogy ebben nem lehettünk bizonyosak. Alig egy héttel Angliába való visszatérésünk után furcsa dolgok kezdtek történni. Úgy éltünk akár a remeték, barátok híján, egyedül és minden cselédséget nélkülözve, egy vén udvarház néhány szobájában, egy sivár, félreeső ingovány közepén, úgyhogy csak ritkán kopogtatott látogató az ajtónkon most azonban mégis sűrűn megzavart minket valami, ami számunkra gyakori, halk éjszakai kopácsolásnak tűnt, nem csak az ajtónkon, hanem az ablakokon is. Úgy a fenti, mint a lentieken. Egyszer úgy képzeltük, egy nagy, áttetsző test sötétíti el a könyvtár ablakot, amikor a holt rávetül, s egy másik alkalommal surrogó, csapongó nezt véltünk hallani, nem túl messziről. Az alapos vizsgálat egyszer se hozta a legcsekélyebb eredményt sem, s mi kezdtük ezeket az eseményeket a fantáziánk számlájára írni, mely még mindig ott visszhangoztatta fülünkben azt a halk távoli ugatást, amit vagy hallottunk abban a hollandi temetőben, vagy sem. A jáde amulett most múzeumunk egyik fali állt, s mi időnként egy furcsa gyertyát égettünk előtte. Alhazred nekronomikonjában sokat olvastunk tulajdonságairól, s a szellemlelkek kapcsolatáról azokhoz a dolgokhoz, amiket jelképezett. És amit megtudtunk, az ugyancsak nyugtalanított minket. Aztán eljött az iszonyat. Szeptember 24 én kopogtak a szobám ajtaján. Abban a hiszemben, hogy Szent Jonas, felszólítottam, hogy kerüljön bejebb, de csupán meccő kacaj volt a válasz. A folyosón nem volt senki. Mikor felébresztettem Szent john azt állította, hogy semmit sem tud az egészről, és ugyanolyan nyugtalan volt, mint én. Ezen az éjszakán a halk távoli ugatás a mocsár felett cáfolhatatlan és retteget bizonyossággá vált számunkra. Négy nappal később, amikor mind a ketten épp a titkos múzeumban időztünk, halk óvatos kaparászást hallottunk az egyetlen ajtó mögül, amely a könyvtárból kivezető rejtek lépcsőre nyílt. Rémületünk ezúttal kétszeres volt, mert az ismeretlentől való rettegésen kívül állandóan féltünk attól is, hogy hátborzongató gyűjteményünket felfedezhetik. Leoltottunk minden lámpát, az ajtóhoz siettünk, és egy hirtelen mozdulattal feltártuk, mire egyszerre csak megmagyarázhatatlan léghúzatot éreztünk, és mintha lassan hátrálna, nagyon messziről zizegés, kuncogás és tisztán kivehető emberi fecsegés furcsa keverékét hallottuk. Hogy megőrültünk, álmodtunk, vagy teljesen józanok voltunk-e, nem mertük eldönteni. Csak egy valaminek ébredtünk baljós előérzettel teljes tudatára, hogy a nyilvánvalóan testetlen fecsegés Holland nyelvű volt. Ezt követően egyre fokozódó rettegésben és bűvöletben éltünk. Többnyire abba az elméletbe kapaszkodtunk, hogy életünk természetellenes eltorzulása mindkettőnket az őrület küszöbbére sodort, de nem egyszer hajlottunk arra a feltételezésre, hogy egy iszonyú és alattomos átok áldozatai vagyunk. A különös jelenségek immár gyakoribbak voltak annál, mintsem hogy számon tarthattuk volna őket. Magányos házunkat betöltötte egy gonosz lény jelenléte, amelynek természetét nem tudtuk meghatározni, és a démoni ugatás minden éjjel ott szárnyolt a széltépászta ingovány felett napról napra hangosabban. Október 29-én néhány olyan lábnyomot találtunk a nedves földön a könyvtárablak alatt, amiket képtelen vagyok leírni. Épp olyan rejtélyesek voltak, mint a hatalmas denevérek, amelyek soha nem látott és egyre növekvő számban lepték el a vén udvarházat. Az iszonyat november 18-án tetőzött, amikor Szent john a sötétség beállta után, a sivár vasútállomásról hazafelé jövet egy irtózatos ragadozó megtámadta, és darabokra tépte. Kiáltásai a házig hallatszottak, s én a borzalmas esemény helyszínére siettem, még épp idejében ahhoz, hogy meghalljam a szárnyak surrogását, és meglássak egy bizonytalan fekete valamit a felkelő holdkorongra kirajzolódni. Barátom haldoklott, amikor beszélni kezdtem hozzá, és csak összefüggéstelenül tudott válaszolni. Csupán arra volt képes, hogy ennyit suttogjon. Az amulett, az az átkozott aztán magába roskadt a szétmarcangolt, mozdulatlan meg. Éjféltájt temettem el egyik elhanyagolt kertünkben, s holteste fölött elmormoltam néhány ördögi szertartás szöveget, ami életében olyan nyira kedvére volt. És amint kimondottam a démoni szavakat, a távoli láb felől egy óriási kutya halkugatása ütötte meg a fülem. Ahol hold fenn volt az égen, de én nem mertem felnézni rá. És amikor a haloványon bevilágított ingoványon egy nagy, ködös árnyat láttam buckáról buckára suhanni, becsuktam a szemem és hasra vetettem magam a földön. Mikor végül, hogy mennyi idő múlva, nem tudom, remegve föltápászkodtam, visszatámolyogtam a házba, s egy iszonyatos, sokkoló szertartást végeztem el a fali fülke zárt jáde a mulett előtt. Mivel egyedül nem mertem tovább maradni a magányos házban a mocsár közepén, másnap Londonba utaztam. Az amulettet, miután a múzeum Isten káromló gyűjteményének többi darabját részben elégettem, részben eltemettem, magammal vittem. Ám három éjszakára rá ismét meghallottam az ugatást. Egy hét sem telt bele, és minduntalan különös szemeket éreztem magamon, valahányszor sötétben maradtam. Mikor egy este a Viktória rakparton bandukoltam, hogy szippant csak egy kis friss levegőt, amire sürgős szükségem volt, fekete árnyékot pillantottam meg, amint elsötétült egy lámpa vízfénye a vízben. Hideg léghuzat söpört el mellettem, erősebb az esti szélnél, s én tudtam, hogy Szent John sorsa hamarosan engem is utol fog érni. Másnap gondosan becsomagoltam a zöld jáde amulettet, és felszálltam egy Hollandiába tartó hajóra. Hogy nyereke valamiféle bocsánatot azzal, hogy visszaviszem Néma alvó tulajdonosának? Nem tudtam. Ám azt éreztem, hogy most már minden elképzelhető tudatos lépést meg kell tennem. Legyen az bármilyen abszurd is. Hogy a kutya valójában micsoda, és miért üld az engem, ezek a kérdések még megválaszolatlanul maradtak, de az údon temetőben hallottam először az ugatást. És minden rákövetkező esemény, beleértve a haldokló Szent John elsuttogott szavait, hozzájárult ahhoz, hogy az átkot az amulett eltulajdonításával hozzam kapcsolatba. Ezért zuhantam a legmélyebb kétségbeesésbe, mikor egy rotterdami vendéglőben felfedeztem, hogy a tolvajok megfosztottak megváltásom egyetlen eszközétől. Az ugatás másnap éjjel nagyon hangos volt, s reggel iszonyú büntényről olvastam a város leghírhettebb negyedében. A csőcselék elborzott, mert a vörös halál kereste fel az egyik rossz hírű hajlékot, félelmetesebb, mint a szomszédságban ez eddig elkövetett bármely rémtett. Egy ismeretlen lény, nyomok hátrahagyása nélkül, egy egész családot darabokra tépett egy mocskos tolvajtanyán, és a környéken lakók egész éjszaka valami halk, Mély és kitartó zajt hallottak, ami leginkább egy óriási kutya távoli ugatására emlékeztetett. Így hát végre ott álltam ismét az elvadult temetőben, hol a sápat hold ijesztő árnyékokat vetett. A kopasz komoran hajladoztak a viharvert, elfagyott fű és a repedezett sírlapok fölött, a borostyánnal befutott templom kihívó újként merett a barátságtalan égre, s az szél vadul süvöltött a befagyott mocsarak és a jeges tenger felől. Az ugatás még épp elég hangos volt ahhoz, hogy hallani lehessen, amikor odaértem az ódon sírhoz, amit nemrég megbestelenítettem, és elhessegettem róla egy csapatra váró óriási denevért, melyek kíváncsian csapogtak körülötte. Nem tudom, miért mentem oda. Hogy imádkozzak, vagy hogy ostoba könyörgéseket és bocsánatkéréseket locsogjak össze, annak a csöndes fehér valaminek, ami oda bent pihen, de bármi is volt rá az okom, olyan elkeseredéssel estem neki a félig fagyott talajnak, amely csak részben volt az enyém, részben pedig egy önmagamon túli, irányító akaraté. Az ásás sokkal könnyebbnek bizonyult, mint vártam. Csupán egyszer kellett félbeszakítanom egy különös esemény miatt, amikor egy sovány kesejű csapott le a hidegékből, és addig csipkedte vadul a sírföldjét, míg egy ású agyon nem ütöttem. Végül elértem a hosszúkás, kás, ládát, és eltávolítottam róla a nyirkos földet, melyre rászáradt a salétrom. Ez volt az utolsó észszerű cselekedet, amit életemben tettem. Mert az évszázados koporsóban összekuporodva óriási, inos, alvó de nevérek egymás mellett szorongó, lidérc nyomásos seregével körülvéve, ott feküdt az a csontvázlény, akit a barátommal kiraboltunk nem tisztán és békésen, ahogyan mi láttuk, hanem alvatvérrel, meg idegen hús- és hajfoszlányokkal borítva. Foszforeszkáló szeme rám tekintett, és Metsző vérfoltos agyaraival gúnyosan mosolygott elkerülhetetlen kárhozatomon. És amint vigyorgó pofájából mély, keserű, ugatás zendült fel, akár egy roppant kutyái, s mint megláttam, hogy vértől ragacsos karmában ott szorongatja az elveszettnek hit, végzetes jáde amulettet. Felüvöltöttem és elrohantam, mint egy elmeháborodott, sikoltozásom hisztérikus kacajba csapott át. A viharos szélben őrület lobog, karmok és fogak évszázadokon át hullákon át köszörülve. Vértől csepegő halál lovagol elő a denevérek bakkanáliáján, és sötét romokból és beliál elsüllyedt templomaiból. Most, hogy a e halott csontváz szörnyeteg ugatása egyre hangosabb és hangosabb lesz, és ezeknek az átkozott bűregereknek a csapongása egyre szorosabb és szorosabb kört von körém, revolverem segítségével fogom a feledést keresni, mely egyedüli menedékem a megnevezetlentől, és a megnevezhetetlentől. Fordította Kornya Zsolt, felolvasta Csirke József.